A Magyar Művészeti Akadémia székházában múlt héten megtartotta székfoglalóját az akadémia új levelező tagja, a Kossuth Díjas színművész Piros Ildikó. Őt köszöntjük a stúdióban, és szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. Azért ez egy hatalmas esemény az ember életében. Igen. És úgy tudjuk, hogy nagyon régóta készült már erre a bizonyos székfoglalóra. Elterjedt a hír? Igen. 5 hónapja. De ez egy nagyon összetett székfoglaló volt, nem? Bejátszásokkal, egy nagyon szép koreográfiával. Igen. Hogyha az ember ekkora utat jár be az életébe, főleg a pályáján, ami az elhivatottságról szól, és akkor kinevezik tavasszal, hogy lehet akadémikus, de egy székfoglalót kell tartani, akkor elindul a agya, éjszaka, nem nappal. Természetesen. És elkezdi írni azt a valamit, amikor éjszaka nagyon tehetséges, aztán reggel, amikor föl kell, nem ér rá, hogy azt leírja. De nem is ez. Hanem nem tudtam, láttam székfoglalókat, jelen voltam, mégse tudtam azt, hogy milyennek a műfaja. És senki nem tudott rá válaszolni igazán, ki hogy gondolja. És akkor elindult jó pár kiló papír, hogy mindig, amikor eszembe jutott egy fontos dolog, de egyet tudtam, hogy azt fogom írni, hogy ez is egy pozitív lesz. Tehát, hogy az életem, ha végignézem, akkor az elhivatottságról szól. A színészi elhivatottságról, ami a Csehov az első szerepeim között volt, a Sirály, ami pontosan ezt jelöli. És a vége monológ, amikor elmondja, hogy és most már tudom, Kostya, most már értem, hogy a mi dolgunkban, akár a színpadon játszunk, akár novellát írunk, nem a dicsőség a fő, nem a ragyogás, nem az, amiről álmodoztam, hanem hogy hinni tudjunk. Tud hordani a keresztedet, és higgy. Én hiszek, és nekem nem is fáj úgy. Amikor az elhivatottságomra gondolok, már nem is félek az élettől. És ez vezérelt akkor, mikor fiatal voltam, 20 éves, játszottam, és tudtam, hogy valahogy ez bele fog kerülni. Az egyik bejátszás a 9-ből ez volt. És aztán a másik, ami vezérelt, az a szépség művészete, a szépség története az Umberto Eco-nak, mert ahányszor megyünk a világba, utazunk. Miért utazunk? Hát nem csak azért, hogy kifeküdjünk a napra, hanem azért, hogy lássunk egy katedrális, lássunk egy Michelangelo-t, hogy szembesüljünk egy mennybe meneteljen el a Tizianóval, a Fráriba. Tehát minden, amit az ember jobbá teszi, többé teszi, az mind az a támasz, amiből mi művészek később dolgozunk. És ez eléggé folyamatos volt az életünkben, tehát sokat utaztunk, és mindig ezért utaztunk, mindig a szépség erejéért utaztunk. És én azt gondoltam, hogy valahogy e köré fogom csoportosítani az egész mondani valómat, és hozzájöttek még a versek, és hozzájöttek még az írók, a Márai Sándor, és akkor így kiragadva összeállt egy kép, ami 50 percnek kellett legyen, dióhéjban az életem, úgy hívtam magamnak otthon, és a bejátszások azok csak fölüdítették, hogy lám, én ilyen is voltam fiatalon, de egy boldogság volt ezt megcsinálni, hogy kerek legyen, egész legyen, köszönet legyen benne szülővárosomnak, Kecskemétnek, hogy az engem egyszer tiszteletbeli polgárrá avatott, meg hát, hogy 4 éves koromban ott álltam először színpadon. Egy mese ez a pálya? Mert a címe is arra utal. A mesében állunk csodakedben egy Szabó Lőrinc vers idézet, aminek a címe Szövetség, és a végén ezt én elmondtam. És ugye kivetítés, már onnan kezdtem tervezni a dolgot, az pedig a Krisztus előtt a 7. századból a Flóra, az a freskó, ami megmaradt, lép háttal egy nő, tehát én is, amikor már elmenőbe vagyok most, már ugye mindenhonnan, ahány évesen, hogy ahogy lép és fél háttal van már, de azért mi virágot tép, és nekem ez egy jelkép lett. Tehát ez is a képzőművészet, tehát amivel összekapcsolódnak a művészetek. És akkor ezt megpróbáltam, hogy ez legyen kivetítve a hátam mögött, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a boldogságot kell nekünk sugározni, meg a szépséget, mert ebben a világban, ahol élünk, ahol nem könnyű, és nem könnyű a következő generációnak, és nem könnyű a gyerekeinek, unokáinknak, akkor igenis kötelessége az embernek fölmutatni a szépet, ahogy Márai mondja, mint pap az ostját. Azért, hogy hinni. Tehát a hitről szól az egész, és a szépség művészetéről. De a szépség és a szeretet és
a művészet és az őszinteség, az alázat, ezek mind annyira természetesen jönnek önből, ahogy itt ül a zöld pamlagunkon és mesél mindenről. És az jutott eszembe, hogy mekkora áldás lehet az az ember életében, hogyha csupa olyan emberekkel van körülvéve, mint például a férje, Muszti Péter, vagy az édesanyja, aki elindította ezen a pályán, mert általában olyasmit hallani, hogy a szülők óvják a gyermekeiket ettől a fajta kitárulkozástól. De hogy önnek valahogy az őrangyalok is mind ezt adták, hogy, hogy ön erre a pályára született, erre predesztinálta még a családi fészek is. Igen, igen. Én azt gondoltam, azt is kicsit sugaltam az elején, hogy az édesapánk halál, hogy hárma maradtunk ott lányok. Édesanyánkat kész tények elé állította, hogy jól figyelje a gyerekeit, hogy mire alkalmasak. Így lett a húgom egy nagyon jó orvos Szegeden, kitűnővel végzett, mert egyszerűen én azt gondolom, hogy amikor az ember egy kicsit handicapes, tehát ha megnézzünk bárkit, aki sérült gyerek, vagy valami, néha többre képes sokkal, mint akik egészségben meg elkényeztetésben nőnek föl. Ettől még elkényeztetett gyerek voltam, de másképpen, mert anyu tudta, hogy érzékeny vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a felelőssége a szülőnek nagyon fontos. Hát én meg is köszöntem nekik, hogy az én tiszteletbeli polgárságom az nekik szólott a temetőbe, az is benne van. Én azt gondolom, hogy a férjemmel pedig, hát ugye korábban játszottunk együtt, mint ahogy együtt éltünk, ami azt jelenti, hogy mi 54 éve játszunk együtt, és én azt tudom erre mondani, hogy ezek mint a párhuzamosok a végtelenbe találkoznak, csak mi nem a végtelenbe találkozunk, hanem a két pálya párhuzamosan futott. És hamarabb futott párhuzamosan, mielőtt még összekapaszkodtunk volna. Aztán találkoztunk, aztán továbbra is párhuzamosan futottak, mert egy biztos volt, hogy mind a ketten ebben az elhivatottságban éltünk, és nem zavartuk meg az egymásnak a dolgát, és ez nagyon segítő, hogyha az ember nem... Soha ilyen nem történt meg, hát azért vagy még mindig 100 éve, ha összeadjuk. Ebben a hihetetlen és csodálatos testtartásban, amit most itt megkaptunk, ez öröm hallgatni, a mesterek milyen szerepet játszanak, hiszen a idézet is, ami elhangzott ebben a székfoglalóban, hogy mesterek nélkül egyedül vagyunk, az a művésznőtől származik. Abszolút. Nagyon fontosak a mesterek és a játszótársak. Nekem sajnos a játszótársak majdnem mindenki elment, majdnem. Nagyon sokan, tehát a bejátszásoknál is pont azt néztem, hogy Istenem, abban a Madár Színházban 37 évig, ahol szolgáltam, abból szinte senki nincs. De a másik, a Várkonyi Zoltán, Vámos László, tehát a mesterek, vagy akik rendeztek Ádám Otto Kerény Imre, akik végkísérték a pályánkat, azok mind színház építő emberek voltak. És ez a lényege a színháznak, hogyha bekerülnek a fiatalok, és hát ha lehetne verekedni értük, akkor én azt mondanám, hogy bár adja a sors, hogy olyan emberek közé kerüljenek, akik a társulatot építik. És hát mi bekerültünk egy nagy csapatba. Tehát akkor azt is mondhatnám, hogy könnyű volt nekünk jól figyelni. Mert kikre figyeltünk? Milyen nevek hangoznak ott el? És nekünk nagy öröm volt, hogy most hallgathattuk önt, és még egyszer szívből gratulálunk. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Köszönjük, én töltekeztem. Én is, abszolút. Köszönjük szépen. Köszönöm.